Bad Bunny ETC, ADRD lesz végül Hammer, Blade lesz Illidan, Nick pedig Jaina, és akit nem mondtam, Kersen Malfurion. Splendor játsza Regard, Blumby lesz Tyrael. Darkmog Tracert hozta el majd. Hasu taszadározni fog most, és Nurok végül Tychus. Hűha, 5v5 miden? Hát kíváncsian várom, mi lesz ennek a vége. Elég úgy tűnik aramot játszik a két csapat. Senki nem szólt nekik, hogy egy kicsit máshogy működnek a dolgok. Darkmog pedig egyből az Expert közé veti magát. Shielder rajta, ugye Tassadar Tracer, hanem az egyik legveszélyesebb kombó a játékban. Még mindig, hozzáteszem. Még úgy tűnik, hogy Illidan Tychus lesz majd topon, akik összemérik tudásokat. Érkezik egy ötös mid. Hát én nagyon várom, mit hoz ki ebből az Expert, mert akár még meg is nyerhetik a mérkőzést. Hűha, jön egy gank, pontosan tudjuk, hogy Hasura ez nem túl jó, rajta a shield, és most jön ki a védekező pozíciójából, és emiatt meg tudja menekíteni saját magát. ADRD lök ki a Darkmogot maga körülről. Nem hiszem, hogy ADRD túl sokat lesz majd lent tank pozícióba. Vagy hát lövő pozícióba inkább. Mert arra Tracer Darkmog azonnal rá fog repülni. És jön az első shrine. Na itt eldől majd, hogy melyik két csapatnak milyen erőviszonyai vannak a másikkal szemben, de a Misfits nem vár sokat, belekezdenek. Bad Bunny-ék is elindulnak. Blade van még lent Illidannal. Nem érdekli őt, hogy mi történik a shrine körül. Darkmog pedig azonnal rámegy ADLD-re, megint kapja a lökést. Az ott viszont egy jó pozíció lehet tankállásra. Most elindul Dark lefelé, Illidannal fog küzdeni egyet. Nem tudom, ki jön ki győztesként hosszú távon abból a találkozóból. 38-al szembe, nem túl nagy a szám az Expert oldalán. Ezt már nevetve befejezi a Misfits. Egy híjjel megvannak. Érkezik, és a Mortar Punisher. Dark és Blade is elhasználta a Healing Fountain-t. És hát piszkálgatják egymást. Egy Blade úgy dönt, hogy elmegy. Szép volt Bennynek a dodge-ja, aztánra így kell ezt csinálni, főleg egy ETC-vel. ADRD pedig mozgás közben sebezget. Javarészt ebben a pozíciójában fog játszani a játék végéig. She's ready to roll out. Hammer time. Mindenki izgatottan várja ezt a play-t. Jó a csúszás, hasonló a fókusz. A root is jó rajta, de azonnal eltünteti magát. Ezzel dodzsolja le ugye a rootot magáról. Nikkék hoznak el közben egy kempet. Egy teljesen egál a mérkőzés szintügyileg, kill még nem volt.
Egyetlen egy jó dartmag megmozdulás kell a pulcbombával. És már is ember előnyt tudnak kialakítani, onnantól pedig Tracer tovább darál majd. Ez lehet a kulcs. Ú, azért a Blade-nek nagyon fáj. Az overkill. Splendor hozzá el egyedül. Ott a totem gyönyörűen tartja őt életben. Jó megmozdulás, és pont jó időben érkezik a shrinehoz. Nick meg ha az a manáért, kicsit elkésve bár. De törve nem. Tartja a mondást, Splendor beleiszik a Healing Fountainbe. És úgy tűnik, hogy a Misfits kezdi majd el a gyűjtögetést. Bad Bunny-n van. Hát Darkmok piszkálgatja 3v1-be az expert játékosokat. Több-kevesebb sikerrel. A szép dodge volt, senki nem talál Bad Bunny power slide-ja. Blade pedig nagyon csapkod Illidan-nal. Közelebb a level 10-hez viszont az expert, ez hosszú távon jól jöhet. Nagyon szépen jönnek a shieldek és a healek Splendortól és Hasutól. Nem nagyon veszít HP-t egyetlen Misfits játékos sem. De nagyon jól áll az expert is. És mindenki ki tud jönni mindig a veszélyzónából. A heal, a Link Totem pedig még mindig lent van és egész jól végig healelte az idejét. Nagyon ritka az olyan. Jó volt a pozíció. 33-16. Csatáznia kell a Misfitsnek, ha meg akarja nyerni ezt a Punisher, de úgy tűnik, hogy ezt most elengedik. Hát DPS híján vannak, hiszen Tassadar DPS-e konkrétan egyenlő mostanában a nullával rework óta. És ez most megérzi a Misfits. Megint jó nagyon a Healing Totem. Bár neki full HP-n van. És jó a beugratás és a dodge is vele együtt elkerülve ezt teszed el a stunt. És ott lett a level 10 az expertnél, akkor viszont be fognak menni Heroic-akkal együtt talán tower alá. Ledöntve az pedig sikerül. Láthatjuk gyorsan a heroikokat. Most pitet hoz Bad Bunny. Nem a nagy bombát hozza, hanem a Napalm Strike-ot. ADRD. Metamorfózis van rajta. Blade-en Ring of Frost van Nick-nél. És végül a Twilight Dream-et hozza el Curse-en. Úgyhogy elég offenzívre veszi a figurát a Team Expert, de kell is nekik. Míg a másik oldalon láthatjuk, nem a falt hozza végül Tassadar, lézert hoz el végül Tychus, Pulse Bomb, 10% bónusz, hogyha jól látom Tracer-en, Bloodlust és a Sanctification, az utolsó kettő hiányzó heroik. Hát elég jó kis találkozónak nézünk elébe, és a First Blood még mindig várat magára, 8 perc után. Elindulnak közben a kötelező kempek, és Darkmok kék elindulnak végre talán. Embert kellene ölni végre. Meddig kell még várnunk egy jó? Ne legyen 0-0 a Fotihoz hasonlóan a döntetlen állás, ez nem túl jó. Nem láttam még olyan meccset, ahol kill nélkül valaki nyert volna. Reméljük ez nem ma fog megtörténni. Elképesztő nevetség az a DPS hasunak az autóatakján, bár tudom, hogy nagyon jól lassít, de hogy így számottevőleg nulla a különbség, hogy mit sebez rá arra a Bad Bunny ETC-re. Darkmoktól még nem láttunk Pulse Bombot, pedig szerintem már jó 6 perce be van neki töltve. Na Benny csúszik be, őre talán mehetett volna egy fókusz. De átmegy a farmolgatás továbbra is, és az expert viszont már a 13-ra játszik, amit Misfits pedig nagyon jól dönt, elkezdik szedni a shrine-t, pontosan tudják, hogy egy kicsit most a fókusz expert részről nem a shrine-ra fókuszál, hanem a level 13 megszerzésére, viszont még azelőtt el kellene hozniuk a shrine-t, hiszen utána a talent hátrányban nem biztos, hogy lesz esélyük erre. Plusz 13 a szám, kijön a lézer, és meg lesz 13. Huha, Bad Bunny van nagyon lovon, Darkmok pedig ott van az ötös Bloodlust.
elképesztő rosszul. Senki a közelben nem volt, így a Team Expert hátrál is kiverje azt a 8 másodpercet. Addigra viszont már 36 mobot gyűjt össze a Misfit, és meg lehet nekik az első. Hoho, Batman ugrik be, meg van az Arcane Punisher, pont az Arcane Punisher, micsoda Silence! Körszent, Körszent kellett ebben dicsérni, de nem elég, kettő embert veszít, és a Misfitsnél a First Blood plusz még egy ráadás. És jönnek az Arcane Punisherrel mit felé. Itt most a Team Expert túltolt a Bloodlust nélkül sikerül két killt szerezni a Misfitsnek. És Dark Mog Tracer-e viszont megállíthatatlan. Hammert már túlzásnak tartom Illidan mellé. Egy ilyen hős belefért volna a csapatba, de egyszerre kettő. Láthatjátok, hogy nem sok esélye van DPS-t kivinni ennek a két hősnek. Megfelelő support nélkül, és comp nélkül ráadásul. Elindul egy camplopás az expertől, még mindig elég agresszívak, annak ellenére, hogy most veszítettek egy fightot, továbbra is hozzák a campet, és mennek, pusholják keményen a botot, ADRD tankjának pedig ez elég könnyedén megy. Kérdés, hogy Dark Mog mikor ugrik be, és egy pulzbombbal tűszeresíti meg ADRD életét, de nagyon jó a lökés Bad Bennytől, és 4v3-ban még mindig tudják egy picit sebezgetni a fortot boton. Misfits pedig belekezd inkább a level 16 gyűjtésébe, hiszen ott talent előnyhöz tudnának kerülni, és a következő shrine könnyedebben menne. Jön Splendor, egyvégyezik a kempel, Hasu meg besegít neki, lejön a totem szokásához híven, ez megint egy könnyű kemp. És nem kell túl sok már a level 16-hoz, van még 15 szek a shrine-ig. Talán annyi idő alatt belefér, ha Blumblake ledarálják ezt a vévet. Így is van, csattan a 16, jönnek a talentek. És a shrine is éled már. Botra jöhetnek majd a dolgok, a Misfits pedig fight nélkül ugye level 16-jának köszönhetően easybe hozza majd ezt is. A többiek viszont szintén megszókolják topon a 16-ot, de idő hiányában nem érnek már le ide, így elkezdik pusholni a top lénen a keep előtt lévő két turretet,